Néhány tolvanás és pecsét, bár milliók mondták ellene elég, megszületett egy szerződés, ami utána jött csak vergődés. Az országot darabokra szaggatták, idegenek, akik jól tudták, hogy nyomort szül ez a szerződés, szóljon a requiem egy országért. Tisztelettel köszöntöm kedves vendégeinket a Nemzeti Összetartás emléknapja alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésen. Külön tisztelettel köszöntöm Síri Norbert polgármester urat, Csordás László alpolgármester urat, Túróci Hajnalka jegyzőnőt, a megjelent települési képviselőket, a megjelent civil szervezetek képviselőit, az intézmények vezetőit, az egyházak megjelent képviselőit, és önöket, hölgyeim és uraim, akik jelenlétükkel megtisztelték ünnepségünket. Magyarország 1920. június 4-én írta alá a Trianon kastélyában az első világháborút lezáró békét. A trianoni békeszerződés gazdasági, társadalmi hatásait tekintve a magyar történelem legsúlyosabb tehertétele volt. A trianoni békeszerződés aláírása a magyar nemzetgyásznapja, melyről így írt a korabeli tudósító. Budapesti templomokban ma délelőtt megkondultak a harangok, a gyártelepek megszólaltatták szirénáikat, és a borongós őszies levegőben tovahömpölygő szomorú hanghullámok a nemzeti összeomlás fájdalmas gyászát jelentették. Ma tehát elszakították tőlünk a ragyogó magyar városokat, a kincses Kolozsvárt, a Székelyföldet, a Rákócziak kassáját, a koronázó Pozsonyt, az iparkodó Temesvárt, a vértanúk városát, Aradot, és a többit mind, felnevelt kedves gyermekeinket, a drága szép magyar centrumokat. Ma hazátlanná tettek véreink közül sok millió hű és becsületes embert. A város és az egész ország némán méltóság teljesen, de komor daccal tüntetett az erőszakos béke ellen. Egész Budapest a gyászünnep hatása alatt állott. Bár az elcsatolt területek nagy részének lakossága nem magyar nemzetiségű volt, az új határok mélyén belevágtak a magyar nemzet testébe. Ennek következtében 3,2 millió magyar került a szomszéd országok határai közé, tehát a Kárpát-medencében élő magyarság több mint egyharmada, és ennek a fele az új határok mellett zárt tömbökben élt. Ez azt jelenti, hogy lehetett volna az etnikai nemzetiségi elvnek megfelelő, igazságosabb határokat húzni, a győztesek étvágya azonban csillapíthatatlan volt. Kérem, hallgassuk meg Szakács Rika előadásában Beregszászi Olga, Mi nem felejtünk című versét. Mi nem felejtünk, nem felejthetünk. Hideg kéményünk, korpás kenyerünk. Az ember roncs, csak árvák özvegyek. Az elszakított folyók és hegyek. Mind azt kiáltja, az zúgja nekünk, hogy ne felejtsünk, nem felejthetünk. Mi nem felejtünk, nem felejthetünk. A délharangszó hirdeti nekünk, s hirdetni fogja századokon át Nándorfehérvár örök himnuszát. Hol voltak akkor, kik most ellenünk? Mi nem felejtünk, nem felejthetünk. Mi nem felejtünk, nem felejthetünk, bár gúzsba kötve mindkét kezünk. De igazságon kívül is örök, a mességből is messze menny dörög. Igen, inkább ha kell, egy szálig elveszünk, de nem felejtünk, nem felejthetünk. Tisztelettel kérem Síri Norbert polgármester urat, tartsa meg ünnepi beszédét. Tisztelt emlékezők, kedves honfitársaim! 1920. június 4. A győztes hatalmak képviselői és a magyar királyi kormány megbízottjai aláírták a trianoni békeszerződést. Magyarországot a szószoros értelmében feldarabolták. Mintha Vörös Marti Mihály látomása elevenedett volna meg. S a sír, hol nemzet süllyed el, népek veszik körül. Ám a látomás további része nem valósul meg. A sírt a körülálló nemzetek szemében, a sírt körülálló nemzetek szemében egyetlen könycsepp sem jelenik meg. Trianon óta is csak nekünk fáj, és azóta is keressük a miért kérdésre a választ. A kutatók, a tudósok szerint a győztes hatalmak úgy gondolták,
hogy az első világháború után nem szabad Európa közepén nagyhatalmat épségben hagyni. Németországhoz az egységesebb etnikai összetétel miatt nem mertek hozzányúlni, így a sok nemzetiségű osztrák-magyar monarchiát törték darabjaira. Kedves emlékezők! Bizonyára önök is tudnának sorolni számos példát azok akkori veszteségekre, de én most inkább a szerződést követő évek pozitívumait szeretném kiemelni, ami a magyarság legnehezebb időszakaihoz történő rendkívüli alkalmazkodó képességének példája. 1920 után a nemzet viszonylag hamar magára talált. Az ország működött. Volt külképviselete, külpolitikája, gazdasági és kulturális élete, közrendje és erkölcse, közigazgatása. Még akkor is, ha volt sok visszaélés a jogban, ha erősen korlátozták a mozgalmakat, előfordultak hazai és nemzetközi botrányok, sokan éltek szegénységben, betegségben. Viszont a szomszéd államokkal igyekeztek higgadt kapcsolatokat létesíteni, a Népszövetségben pedig folyamatosan napirenden tartották a határon kívüli magyarság ügyét. Mivel a katonasságot nem fejleszthették, ezért különös gonddal szervezték meg a csendőrséget és a rendőrséget, a katonai és a politikai elhárítás szerveit. Azonban a történelem ezen torz békéje megágyazott a II. Világháború kitörésének. A háborúba hazánk is belesodródott, és ismét a vesztesek oldalára kerültünk. 1920. június 4. fekete lapja a történelmünknek, de az azt követő évek biztató tanulságul is szolgálhatnak arra, hogy a magyar nép a legnagyobb veszteségek közepette is képes talpra állni, erőt mutatni, jövőt tervezni, a világban élő magyarságnak kezet nyújtani. A megemlékezés mellett ünnepeljük hát összetartozásunkat, az életerőnket. De azonban nem mehetünk el szótlanul amellett, hogy Európában ismét háború dúl. Segítsük, támogassuk a szenvedőket, mert ha valamelyik nép, akkor a magyar azt tudja, milyen megtámadottnak, kiszolgáltatottnak, magányosan harcolónak lenni. Kedves tiszalúciak! Köszönöm, hogy eljöttek, és ezzel azt tanúsítják, hogy a történelmünket nem feledjük, és példáiból okulva békés, erős jövőt remélnek. Köszönöm, hogy meghallgattak. A második A-osztály a Kiskata zenekar Magyar vagyok című dalát énekli. A dalt betanították Saláta Istvánni és Balogné Dobi Melinda tanárnők. Erő, olyan vagy, ha
jó magyar vagyok. Nagyközség önkormányzata nevében Síri Norbert polgármester úr, Csordás László alpolgármester úr, Túróci Hajnalka jegyzőnő, Galuska Judit, Stionné Tokai Judit, Kecskés Nikolett, dr. Kovács Pál és Kocka Sándor települési képviselő koszorúznak. Egyházak nevében Mácsiné Varga Gyöngyi nagy tiszteletű asszony, Tiszalucz nagyközség református lelkipásztora és Csordás László a református gyülekezet gondnoka és Medve Imre koszorúznak. János általános iskola nevében Juhászné Pintér Éva és Kocka Sándor intézmény vezető helyettesek koszorúznak. Nemközi otthonos óvoda nevében Stionné Tokai Judit óvodavezető asszony és Fink Tamásné megbízott óvodavezető helyettes asszony koszorúznak. Gyermekek
Gyerekekért Alapítvány nevében Kaluska Judit alapító, Ducsai Tiborné és Mikoláné Veres Katalin koszorúznak. Egyesület nevében Csordás László elnök úr, Tóth László és Kis István koszorúznak.